kis bebejárszal van, békésen alszik. Vera Irén Ébredj egy világ című költeményét adta ajándékba a kislány a konferencia résztvevőinek. Most ugyanis nem gyerekekkel, hanem felnőttekkel, óvodapedagógusokkal telt meg a Máté Szalkai Széchenyi István Katolikus Általános Iskola tornaterme. A szakmai napokon nagyon sok olyan tudásmegosztás történik, ami nem biztos, hogy más fórumokon lehetséges. Közös beszélgetések egy kávé mellett, illetve olyan szakmai töltetű előadások, hallgatása közösen, amelyek közös gondolkodásokat indítanak el bennünk. Igen, fontosnak tartjuk azt, hogy az egyházmegyénken kívül egy más hely, más egyházmegye fenntartásában működő óvoda is képviseltesse itt magát ma. Különös irányt kap a lelki egészség egy egyházi katolikus intézményben. Az itt dolgozók számára a hit ad erőt a mindennapok nehézségei közepette. Mi a lelkünk egészségét a jó Istentől kapjuk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt megőrizzük és csiszoljuk, tovább tudjuk fejleszteni. Ezért olyan előadókat kértünk fel, Berényi Andrást, aki a lelki egészsége foglalkozik, egy egészségügyi szolgálatnak a vezetője, Német István atyát, az egyházmegye doktoranduszát, valamint Sárosdi Virágot, aki egy óvodai szakember. És mint ahogy szoktuk mondani, hogy épp testben, épp lélek, így a szekcióban kapcsoljuk hozzá a művészetet, a testmozgást, és próbáljuk úgy átadni az itt lévő 10 intézmény vezetőinek, óvodapedagógusainak ezeket az ismereteket, hogyha hazaviszik, akkor ebből tudjanak töltekezni, be tudják építeni a saját programjukba, és akkor van értelme, hogyha ezt át tudják adni az itt szerzett ismereteket, vagy gyakorlatokat, meg tudják beszélni a szülőkkel is. Berényi András, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke azt mondta, nem csak a mobiltelefonunkat, hanem saját magunkat is érdemes feltölteni. Azt hiszem, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan hatás érte az embereket, így a szülőket, gyerekeket és a pedagógusokat, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kihívással kell szembenézni, és amikor ennyi változás van a környezetünkben, annyi válságos élethelyzet, nagyon fontos, hogy saját magunkra legyen időnk. Mostanában azt tapasztalom, hogy mindenki a saját eszközeiért annyira felelősséget érez, hogy fel legyen töltve a telefon, a laptop, és mintha saját magunkról megfeledkeznénk. És azt gondolom, hogy az előadásban azt szeretném üzenni, hogy elsősorban az egyéniségünk, a személyiségünk a legnagyobb kincs, és hogyha megfelelően szeretnénk a munkánkat végezni, segíteni a gyerekeket, szülőket, magunkra kell figyelni. A tanácskozáson arról is szó esett, hogy a pedagógusok kitüntetett szerepben vannak a lelki egészség tekintetében. Csak akkor tudnak a gyermekeknek segíteni, ha maguk is egyensúlyban vannak. Minden ember vakon születik, mert amikor megszületünk, gyakorlatilag nem látunk, csak foltokat. Édesanyánk, édesapánk megtanít bennünket nézni a szemünkkel. Amikor eljutunk oda, hogy 3 évesek leszünk, akkor óvodába megyünk, amikor 6 évesek leszünk, akkor iskolába megyünk, és akkor megtanulunk látni egy új szemmel, hiszen akkor azok, akikre rábíznak a szüleink bennünket, az óvónők, illetve a tanítók, tanárok, megtanítanak bennünket nézni a tudás szemével. Ám rendkívül fontos az, hogy az ember ne csak a fizikai szemével, ne csak a tudás szemével tudjon látni, hanem a lelki szemeivel is. És én azt hiszem, hogy az életben ezt tapasztaljuk meg, hogy erre van a legnagyobb szükségünk. Lássunk a szemeinkkel, a fizikai szemeinkkel, lássunk a tudással, de fontos, hogy lássunk a lelki szemeinkkel, mert csak akkor fogjuk látni igazán tisztán egymást és önmagunkat. A fenntartó Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspöke azt mondta, a minta Jézus, aki nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Jézus, amikor meggyógyította a betegeket, akkor nem csak a testi betegséget gyógyította meg, hanem a lelkét is, vagyis a teljes embert. Mi is azt hiszem, hogy teljes emberben kell, hogy gondolkodjunk,
és nagyon fontos az, hogy akik ilyen gyönyörű hivatást választottak, hogy a legkisebbekkel foglalkoznak, az ő lelkük és testük egészséges legyen, vagyis ezt az egész, a teljességre törekvést hitelesen tudják átadni azoknak, akiket a szülők, mint legdrágább kincseiket rájuk bíztak. A találkozón 8 óvoda, csak nem 80 pedagógusát látták vendégül, Máté Szalkán.